Nem tudom, hova, meddig vezessük le idáig. Nem tudom, hogy azzal a sarokkal itt mit lehetne kezdeni. Bassza meg, hát mi ez? Tényleg ezzel a sarokkal itt mit kezdünk? Szánkózni lehet itt, vagy mi? De ilyen szánkópályát lehetne építeni, vagy valami. Sziasztok, ez itt a Skylab, én Benji vagyok, folytatjuk a város építgetős kalandunkat a SimCity-ben. Ez pedig nem más, mint Perem város az új régiónkon belül, aminek az a neve, hogy Vulkánia. És... pár... jó, de aj, ez nagyon gaj. Mindegy most már, mindegy, ezt a békát lenyeljük. Többször ki sem mondom. Cringe. Úgyhogy, az előző epizódban sikerült megszerezni végre a ércbányánkat, illetve a ehhez szükséges kereskedelmi központunkat, vagy hát ilyen trade depotunkat, amivel ugye el tudjuk majd szépen exportálni a külföldieknek a jó sok ércet, jó sok pénzért. Na már most, nem szabad nagyon elbíznunk magunkat, ugyanis az érc az többet ér, hogyha átalakítjuk processzorrá. Vagy nem emlékszem már a... nem emlékszem, hogy hogy volt. Gondolom, lehet, hogy... na várjál. Na várjál. Szóval az olajt, amire a múltkor mindig azt mondtam, hogy alumínium, ami ötvözet, de én alumíniumnak fogom hívni akkor is, mert olaj, alumínium, ugyanaz, tök mindegy. Név szerint. Aztán, hogy mi valójában az engem nem érdekel, csak az, hogy hozza a pénzt. Szóval, alumíniumot fogunk előállítani, és valószínűleg az többet fog érni a világpiacon. Ebben egyébként nem vagyok biztos, utána kéne nézni neten, de én amondó vagyok, hogy kísérletezzünk vele, úgyse lesz belőle semmi, ugye ehhez nyilván kellni fog nekünk a kohó, ami a Smelting Factory, és ez 54 ezerbe került, tehát jó drága. Tehát azzal, hogy elkezdtük kitermelni innen az ércet, azzal nem oldottunk meg semmit az égvilágon, én azt hittem, hogy megoldottunk valamit, de nem oldottunk meg semmit, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy akkor hagyjuk ezt a... nem hagyjuk, de rakjuk a coal mine-t is. És akkor az lesz, hogy a coal mine-t lerakjuk, és akkor szépen termelni fogja a szenet, és akkor ezt a bányát bővítjük, hogy még több ércünk legyen, és akkor az ércet ketté szedjük, és egy részét exportra bocsátjuk, hogy legyen bevételünk, egy részét pedig a kohóba fogjuk át alumíniumosítani, ami ugye nem alumínium, de tök mindegy, abból fogjuk majd megcsinálni valószínűleg a processzorokat, de ez már jövő zenéje. Úgyhogy én szerintem kezdjük azzal, hogy lerakjuk a szükséges szénbányát. Ugye tudtam, ma lesz kell a processzorgyártásod, de lehet, hogy na mindegy, ez kell, ez mindenképp kell, előbb vagy utóbb kelni fog, úgyhogy úgy fogjuk lerakni, hogy ne csak egy, hanem két gyárat is leromboljon a picsába. Úgyhogy nyilvánvalóan a gyárépületeket majd bővíteni kell, hát ezt az utat kivezetjük ideig, azt ide lerakjuk a gyárépületeket, nem tudom. És akkor, Smelting Division Metal HQ, aha, tehát a Metal HQ lesz a következő napirendi pont, amit meg kell vegyünk. Azon kívül, hogy ugye ezt a gyára, vagy ezt a bányát bővítenünk kell. Na már most, ehhez kell, hogy fog. Ez 96 tonna nyers ércet, bocsánat, 96 tonna nyers ércet, vagy... mi a másik? A kóla, na, szép. Szóval 96 tonna szenet vagy ércet kell kibányásznunk. Ez működni fog, valószínű. Viszont a kibányászott ércet azt nem tudjuk akkor felhasználni, kohósítani, úgyhogy ezt szépen... na, értitek? Tehát a kohóba tudnánk elolajosítani, és akkor a kohó kéne ahhoz is, hogy processzor gyártunk, meg kohó kéne ahhoz is, hogy még drágábban eladjuk. Úgyhogy most mindenféleképpen csak olcsón tudjuk eladni, egészen addig, amíg meg nem lesz a daily. Igen, a daily 96 tonna, és ebből még csak 9,5 tonna, tehát a 10%-a van csak meg, ami nagyon szomorú, úgyhogy a következő napi rendi pontunk az az, hogy ezt a bányát bővítsük. Ezt a bányát ilyenekkel fogjuk tudni bővíteni, ide kell majd lerakni egyet. Na várjál, most nézem, hogy nem is lehet úttal. Aha, tehát mégse lehet úttal bővíteni ezt, és ebből négyet tudunk lerakni, tehát 1, 2, 3, 4, akkor lehet, hogy mégis csak rosszul raktuk le ezt a gyárat ide? Tehát akkor mindenféleképpen kelleni fog még egy gyár ide, meg még egy gyár ide. Hát akkor szarul raktuk le ezt a gyárat, nem hely kihasználósan. Jó, mindegy. Négyet fogunk tudni lerakni. Mindegy most már. Azt hittem, hogy tudjuk úttal bővíteni, mert ugye az olajat azt tudtuk. Úgy tűnik, hogy ezt nem tudjuk. És egyébként meg delivery truckokat is le lehetne rakni. Az vagy ez is drága. Minden drága. 16 ezer. Mondjuk a 16 ezer, aha, tehát ebből kéne, ebből négy kéne. Le is rakok egyet. És akkor ide fogjuk lerakni, és akkor arra fog bővülni hátrafele. Egyébként meg ezt nem tudjuk úthoz mérni? Nem tudjuk úthoz mérni, ezt mindenképpen ehhez kell. 1, 2, 3, 4, hát el se fogunk érni odáig, gyerekek. 1, 2, 3, 4, nem fogunk elérni odáig. Szarul raktuk le. Na mindegy, akkor ezt fogjuk kibányászni. Tehát minden ilyen kis blokkra kell majd egy ore mine, de tök mindegy. Most már ezt is tudjuk legalább. Hopsz.
Közben leverem a mikrofont. Szóval ennyivel is okosabbak lettünk ezúttal, ezt mondjuk már tudni kellett volna, de én elfelejtettem. Valószínűleg tudtam, de már elfelejtettem, sorry about that. Úgyhogy, most várjuk a csodát, nyilván. Én lehet még egy, ja igen, gyorsítani kell az időn, hogy egyébként valami probléma van. Cold storage lot needed, aha, tehát a cold storage lotot is kéne vegyünk. Tehát itt mindenféle pénz, itt egyébként valami be van zárva, mi van bezárva? Valami piros, ha jó mindig. Cold storage, ez a cold storage. Ebből is lerakunk egyet oda hátra. Ez egyébként mennyibe került? 2000, ez amúgy viszonylag olcsó. Ez amúgy elég olcsó. És akkor ez pedig ugye megy international exportra. Jó, és az a baj, hogy nem írja, nem írja, hogy mennyi a bevétel az izéből, sajnos. Úgyhogy, de ahogy elnézem, elég jól megyünk fölfele, úgyhogy valószínűleg nem kevés. Úgyhogy hop-hop, na igen, ez az, amit féltem, hogy az energia válság a nyakunkon, odáig már nem ér el az energia. Na, és tudunk lerakni nagyot. Azt hittem, ezt nem tudunk. Hát akkor lerakunk egy nagyot. És akkor remélem, hogy ez az energiát ez egy kicsit följebb fogja vinni. Hát nem, még lejjebb vitte. De jó. Oké, akkor bővítjük a szél... Ja nem, oké, visszaállt. Bővítjük a szél erőművet, és akkor azt beszéltük meg, hogy itt a legszélére fogjuk levezetni az utat. Így, és akkor így mondjuk, itt a peremén, és akkor ezen belül fogjuk megépíteni a szél erőműveket. Nézzük, hogy aha. Viszont egyébként lehet, hogy még kijebbre tudnánk vezetni ezt az utat. Nézzük csak meg. Tehát, hogy egész konkrétan a legszélét. Tehát így. Így néz, ezt nézzük, ezt próbáljuk meg, hogy ez egyébként annyira nem sok pénzt visz el. Sőt, ez szerintem ingyen van. Aha. Ez ingyen van, ennek örülök. Aha. Hát ide már nem tudunk rakni, de nem is kell. Ah, ilyen megmélyítve. Jó, akkor mégiscsak egyéb beljebb rakjuk ezt a dolgot. Ez egyébként mennyibe kerül? 10 000? Aha. Jó, hát mindenképp kell, mert nincs energia a bányában, ugye. Az pedig ugye nem jó. És akkor... nem tudom, hol kezdjük el. Itt kezdjük el, és akkor itt folytassuk. Vagy itt kezdjük el, és ott folytassuk. Legyen csak kihasználva ez a terület is. És akkor ezt lerakjuk, és akkor most ez egy darabig elég lesz, aztán majd bővítjük, de most nincs pénzünk rá. 25 millió, 200, 250-ünk van. Muszáj bővítenünk, ugye rágyorsik az időre, hogy bejön egy 10-es. Muszáj bővítenünk. Na itt egy azért begyorsultak az események, azt kell mondjam. És nincs még rendőrmentő tűzoltó. Most esik le, ott írja. Aha. Akkor azt is bővíteni kell, de előbb legyen meg az energia, mert ha nincs energia, nincs pénz. Gyerünk, 10 000. Gyerünk. Ide fogjuk lerakni. Ugye 10 000, jól emlékszem, 10 000, igen. Ide fogjuk lerakni, és akkor egy darabig ezzel valószínűleg nem lesz problémánk. Hát óránként csak 3 000 jön. Nem tudom, hogy a bányá... Ja, mert lehet probléma van, hoppá, lehet probléma van a kereskedéssel. Nincs probléma. Elvileg nincs probléma. Itt sincs probléma, meg itt sincs probléma. Tehát elvileg nincs probléma. Semmi. Semmi probléma nincs. Mit izélek itt? Az a probléma, hogy nincs probléma. Na mindjárt meg lesz a 10-es, akkor ezt lecsesszük ide. Gyerünk. Egyébként nem, most fölindult, vagy beindult az áramtermelés, úgy mégse zsesszük le. Mégse, most már spórolni kell a pénzzel. Olyan dolgokból befektetni, amire tényleg szükség van. Most megláttátok, hogy egy kicsit följebb ment az energiatermelés, úgyhogy mégiscsak ebből fogjuk bevásárolni magunkat. Ehhez még kell 4 000, azt kivárjuk. Gyerünk már! Ja, gyorsítani kéne az időt. Majd már az az 1 000-es, vagy mennyi, 800 forint. Most az a 800 forinton rágódsz. Na! És akkor ezt lerakjuk ide. Így. Király! És akkor most jöttem el rendőrmentő tűzoltó. Hát ugye a víz... Hát jó, akkor egy víztornyot is lerakok. A biztonság kedvére. Egyébként itt nem volt ennyi víz az előbb, vagy volt? Csak nem tűnt fel. Hát mindegy. Lerakok még egy víztornyot, és akkor egy szennyvíz elvezetőt is. Bár nem értem, hogy ennyi... Az a mi a probléma? Ja? Ezt nem lehet bővíteni egyébként? Nem lehet. Többé még egyet tudok lerakni, ennyi. Ide lerakom így. És minden, ha minden igaz, akkor igazam van. És igazam van, és ez király. Oké, na, akkor a következő, amit csinálni fogunk, az az, hogy a rendőrmentő tűzoltót elintézzük. Mert most, ha minden igaz, akkor a trade az működik, a bányászat működik, ez a bányászat nem működik, de az nem is baj. És akkor le tudjuk csekkolni, hogy mennyi ilyen... tehát ehhez mennyi szükséges, és abból mennyi, aha, tehát már az 1/3-ánál tartunk, hoppá, tehát 96 kell, és 33-nál tartunk, ez király, és amíg azt össze nem gyűjtjük, ahhoz még talán még egy ilyennel kéne majd bővíteni, ha lesz rá pénzünk, ide, és ez lesz az utolsó, ebből 4-et lehet lerakni, és ha ez megvan,
akkor várunk, hogy gyűjjön a pénz, illetve gyűjjön a kitermelés. És ugye ezt mind végig folyamatosan adjuk el. És abból a pénzből fogjuk tudni majd a rendőrmenti tűzoltót megvenni. Azoknak egyébként mi az ára? Az feltétlenül elég drága. De várjál, már szemétszállításunk sincs. Az mondjuk viszonylag olcsó ahhoz képest. Nézzük meg, hogy a szemétet az például hova lehetne. Ugye az talajszennyezéssel meg a levegővel van összefüggés. Ugye a levegő, jól emlékszem, két epizóddal ezelőttre az onnan odafúj. És a víz pedig, a tiszta víz, mert ugye ha belerombolom a izét, akkor, ha nem égetek szemetet, hanem belerombolom a földbe, akkor szennyezi a földet. És e véget kéne tudni, hogy hol van kevés víz. És itt amúgy is szennyezzük a vizet, ahogy elnézem. De mindegy, mert nem tervezek innen vizet nyerni. Úgyhogy ide fogjuk kivezetni az utat, és akkor ide fogjuk a legszíre rakni a szemét egységünket ide. Úgyhogy ezt az utat én szerintem most el is kezdhetjük levezetni, és közben pedig pörgessünk az időn, mert a szemetet azt nagyon hamar meg kéne oldani. Nem tudom, hova, meddig vezessük le idáig. Nem tudom, hogy azzal a sarokkal itt mit lehetne kezdeni. Bassza meg, hát mi ez? Tényleg ezzel a sarokkal itt mit kezdünk? Szánkózni lehet itt, vagy mi? De ilyen szánkópályát lehetne építeni, vagy valami. Más egyéb elképzelés sem egyáltalán nincs. Még azt nézzük meg, hogy milyen viszonylatban van az orral. Aha. Olyan viszonylatban van az orral, hogy semmi köze nincs hozzá. Tehát ezt az utat innen levezethetjük. Így. Aha, és ezt meg is tesszük. Ezt meg is tesszük, és én szerintem innen egyből le is vezetjük így. Ez így derékszög? Ez egy elvileg derékszög. És akkor ide, és akkor ide be fog férni a szemét, ugye? Ha minden igaz. De egyáltalán biztos. Egyáltalán biztos amúgy. Itt most full vakon, itt most ez egy full vak lépés volt a részemről. Ezt meg kellett volna nézni, hogy befér-e. Hát szart fér be. Dehogy fér be. Hát akkor bombázva. Hát akkor maradunk a szélénél. Maradunk az út szélénél. Elvégre az a város neve, nem? Hogy mi is? Peremváros. Tehát szépen a peremén építjük tovább az utat. Így, né. Mondjuk ide. És akkor ehhez mértem fogjuk lerakni a szemét cuccot. Mondjuk ide. Ja igen, azt kéne megnézni, hogy hol van a víz. Tehát itt ugyanolyan a víz állapot, és itt van a szennyvíz elvezető, tehát itt lehet szennyezni nyugodtan szívvel a földet. Hát szerintem még hagyjunk helyet egy szennyvíz elvezető egység. Hát vigyük ide a legszélére, aztán csókolom ide. Nem? Ott a legszélével már úgy sem tudunk mit kezdeni, szerintem. Ja, ide fogjuk lerakni. Gyorsítsuk az időre, és ez mennyibe is kerül egyébként? Egyébként ilyen thunderstorm van, ahogy elnézem. Arra, gyorsítsuk rá az időre, és várjuk a piszt. Mennyike 15, vagy mennyi volt a szemét? Lehet, már van rá pénzünk? 9 volt, hát már van rá pénzünk, hagyjuk már. Na, lerakjuk ide, és akkor a szemét probléma megoldva, és akkor következő a rendőr mentő tűzoltó lesz, és akkor azt még ebben az epizódban érdemes lenne megcsinálni. Most amíg azt hiszem, gyűlik erre megfelelő mennyiség pénz, addig ki kéne ki találni, hogy hol legyenek ezek. Én szerintem lehet, hogy egy utat kéne levezetni innen, technikailag ennek az útnak a folytatása lehetne, és oda lerakni. Tehát egy ilyen külön blokk lehetne nekik. Az, hogy attól már nagyon távol lesz. Akkor lehet, hogy inkább ide a kettőnek az összekötőjéhez kéne ide. Csak itt meg van egy csomó, itt van egy csomó lakás, az a baj. Hát végül is ezeket le lehet rombolni. Ne romboljunk már le, hát olyan jó ez a 2200 lakó, most már ne romboljunk. Azt lehetne még, hogy ezt ide lehúzzuk. Nem. Egy kis utat fogunk lehúzni ide. Így, és akkor itt lesz a rendőrmentő tűzoltó állomás, és akkor azt kell kitalálni, hogy melyik oldalán legyen a... Úristen, ezek ilyen kicsik. Fú, hát akkor ezt lehetett volna innen is húzni. Jó, mindegy most már. Mindegy most már, de az izé is ilyen kicsi, az összes ilyen kicsi. Minden ilyen kicsi. Bassza meg, jó, mindegy. Egyébként ez nem is olyan kicsi. Ez nem is olyan kicsi. Akkor mérjük be, hogy itt úristen, ott valaki elköl... Te, hagyják el a lakók a várost! Ajjaj, akkor mégiscsak módosítani kéne ezen az adón. Ezen az adósdin. Aha, idáig jön be, tehát identől lehet építeni, ettől a fától lehet építeni a... Attól a fától lehet építeni a... Mit is? A rendőrmentő tűzoltóságot. És én szerintem a rendőrséggel kell kezdeni, mert az lók ki a legjobban. Aha. Tehát így mondjuk... És nem ezzel fogjuk kezdeni, mert hiába az lók ki a legjobban, hogyha a tűzoltóság a legfontosabb. Nem akarom, hogy leégjen a város. Mert azt a túloldalra lehetne ide. Így, és akkor vele szembe jön majd a rendőrség, és akkor oda mellé meg a tűzoltó, vagy mi a mentő. Mert ugye ezeket megbővíteni is lehetne.
majd. És szerintem ide fog jönni a... Vagy ide fog jönni a mentő, és akkor mellé ide szembe meg a rendőr. Na, ez lesz bizony. És akkor most a elhagyatott házakat próbáljuk meg lerombolni. Egyébként nem ártam megnézni, hogy miért mentek el. High taxes. Gondoltam. Ezért mennek el Magyarországról is. Mert túl magasak az adók. És ezeket leromboljuk. Hát nem örülök, ennek nem örülök. Nem baj, nem sokára lejjebb visszük, csak legyen meg ez a gyárasdi. Most már. Addig nem viszem le. 17 ezer, ez mennyibe kerül? 20 ezerbe, és gondolom akkor az is 20-ba. Ez 30-ba, úristen. A 20 az már csak összejön, nem? Csak azt ide ez eszembe. Eltűnt a fa, amihez mértük, nem? Na mindegy. Egyébként csapannak a bevételeink. Ja, persze, mert bővítettük a dolgokat, meg most ezeket lerakom, ezek is fognak jelentős mennyiségű pénzt elvinni. Ami ugye szomorú, de legalább a lakók boldogabbak lesznek, és akkor remélem, hogy akkor nem fognak olyan mértékben elköltözni, mert azért így az adójuk egy cserébe kapnak is valamit, tehát például biztonságot, meg mit tudom én. Oda, és akkor már csak az utolsó a mentőállomás maradt. És ezt ide fogjuk szerintem lerakni. Hogy ne, inkább ide. Á, inkább ide. Mert itt meg jó nagy terület van, tehát ezt ki lehetne használni valamire. Majd, talán, nem tudom. Úgyhogy ide fogjuk lerakni mondjuk. Hát ide. Így. Így. Egyébként az megvan, hogy nagyon elcsesztem. Egyébként totálisan hülye vagyok, az megvan. Tehát az feltűnt valakinek. hogyan kell pénzt adni? Ez mennyibe került? Rosszat raktam. Sorry, már fáradt vagyok, amúgy este van. Ez mennyibe került? 20 ezer, és akkor ezt visszaszedjük a játéktól. Mindjárt keresek egy cheatet. Azt írja, hogy 20 ezerre. Hát nem lehet 20 ezeret. Nem lehet 20 ezeret. 100 ezeret lehet, 20-at nem. Akkor ez egy rossz kormányzati döntés volt. Vagy hogyha összegyűlik 100 ezer ilyen hibákból, akkor az alapján majd tudunk egy 100 ezereset beízni. És akkor ezt fel is írom a listára, hogy most volt egy 100 ezeres félrenyúlásunk, addig pedig kormányzati hiba lesz. És akkor tényleg, hogy összegyűlik ilyen hibákból a 100 ezer, akkor írok egy cheatet. Nem igaz, hogy nincs egy visszagomb, egy idő visszatekerés. Úszk a Fire Station, és akkor legközelebb majd ide gyűjtögetjük a dolgokat. No, akkor a következő, amit építünk, az nem a Fire Station, tehát nem húzzunk a francba, hanem ez. A health care, és ezt ide fogjuk lerakni. Illetve rakjuk le jelen időben. Így, és akkor az utolsó, az pont most kezdett pirosan villogni, ez megvan. Az utolsó, a klinikánk is van, az utolsó az a rendőrállomás lesz, hogy ide fogunk lerakni. És ez 30 ezer, tehát ezt most jó várni, erre most várni kell. És egyébként pedig lehet, hogy hagyni kéne most egy először rendőrállomást, hanem inkább ide ki, ezt kéne fejleszteni. Te várj, itt van, amit mond. Itt mit mond? Metal HQ, aha. Egyébként az a hogy állunk kitermelésügyileg, erre kíváncsi vagyok. 5 ezer, egész jó haladunk, már mi 50 és 90-nél lesz meg a Metal HQ. És akkor ezt pedig ugye már nem is tudjuk bővíteni, ja, de tudjuk, még kettővel is tudjuk bővíteni. Lehet, hogy elértünk volna idáig. Mindegy, most ezt termeljük ki, ami itt van. Mondom, kettővel. Tehát mindenképp át tudtunk volna menni, most már mindegy. Most már mindegy. Ezt kéne bővíteni, igen. És ha ezt bővítettük, akkor kéne majd a... Fogynak a lakóink, fun fact, fogynak a lakóink. Jó, akkor az adókon is szabályozunk egy kicsit. Majd. Ezt levisszük majd 12-re, de nem tudjuk levinni 12-re, addig nem nyúlok hozzá. Az, hogy 15-re, 14-re levisszem, az senkit nem fog érdekelni. Ugyanúgy hiszti lesz. Jó, oké. Autót kéne vegyünk, és az 10 ezer, arra van is pénzünk, kettőt is tudnánk venni, és akkor talán beindulna a, hogy is mondjam, a anyagszállítás, illetve meg emelkedne. És attól félek, hogy ezt ide rakom, akkor nem fogok tudni ide mögé rakni ilyet. És 10 ezer azért elég sok pénz. Nem rakom le. Két autó már csak elég. Amúgy is valószínűleg ott van benne. Ja, ott kuksol. Viszont inkább ehhez raknék autót. Tehát az sokkal fontosabb lenne. Gondolom az sem két fillér lesz. Hát végül is, de ez pont két fillér. Annyi meg van. Igazából ezt ki is maxolhatom. Pénzzel nem törődve. Hát, tudod mit? Három az legyen már így. És a Colt pedig elfelejtettük beállítani Global Marketre. Hoppá, azt elfelejtettem. Ezt elfelejtettem beállítani. Jó, mindegy akkor. Most már be van állítva, úgyhogy most már több pénzünk lesz valószínűleg. Nem is kevéssel. Egyébként milyen profitot ír? Mikor anta? Per 10. Aha. Tehát nem időre, hanem tonnára írja. Hát most meg fog emelkedni a bevételünk. Oké, király. És akkor a következő napi rendi pont, hogy ezt a bányát bővítsük, illetve, hogy a rendőrállomást lerakjuk, de én szerintem az ráér. És akkor utána fogjuk tudni fejleszteni az oktatást, meg a tömegközlekedést, tehát egy kicsit ilyen humánusabb irányt fogunk venni a következő gameplaybe, úgyhogy ebben a gameplayben még azon leszünk rajta, hogy meglegyen a
bánya fejlesztés, ami ugye szerintem már most végbe is mehetne, tehát igazából csak le kell rakjam egy, aha, ez 35, aha, tehát ide jobban megéri, ha ide rakom le, egyszer, és akkor le tudnánk rakni még egyet majd, nem sokára, és ez hova lenne érdemes, vagy ide, azt majd megnézzük, hogy hova lenne érdemes, de az arra még várni kell, hogy meglegyen a 16 000-re. Perfekt, az iskola is pont annyiba kerül. Jó, a következő gameplay az ilyen humánus lesz, tehát lerakom a rendőrséget, az iskolát, a tömegközlekedést, talán még némi parkot is lehelyezek, és lehet, hogy az adókon is csökkentek egy kicsit. Itt ugye ide ugye jön a tűzoltóság, na azért. Már megijedtem, hogy nem jön. Úristen, ez a bánya. Ez egy durva. Na, mindjárt megvan a 16 000, meg is van, és akkor egy utcsot le tudunk rakni. Hova érni? Meg ez 300, ez meg, aha, ide. Ide érni meg jobban, és akkor most vagyok kíváncsi, hogy ide le tudunk-e rakni autókat. Aha, és le tudtunk volna egyet rakni, hát akkor le is rakom. Ha lesz elég pénzem rá, ugye ez 10 000, és 8 000-ünk van, tehát pillanatokon belül meg lesz a 10-es. Nem, még nem. Hop, Petrolam HQ approved. Ó, az király, hát akkor lehet mégsem humánus gameplay lesz a következő, hanem Petrolam HQ-s gameplay. Ez annyi a probléma, hogyha Petrolam HQ... Mi? Bocsánat, nem Petrolam, nem, elolvastam. Na, or HQ, mit tudom én. Milyen HQ a neve? Miért Petrolamot mondok, mikor nem az van odaírva? Valami P betű is volt, nem? Metals HQ, nem is volt Petrom odaírva, már ez a ráv a számra az előző gameplayek miatt oszul. Na mindegy, a lényeg az az, hogy most belassítjuk az időt, és akkor változjunk fel egy koncepciót a jövőre vonatkozóan. A bányán ki van maxolva, ide több ilyen orshaftet nem tudunk venni. Autót tudnánk még egyet, de az ugye csak egy 10-es vagy 16, nem tudom, tök mindegy, mert az semmi. Úgyhogy kettő felé ágazhat a gameplay, az egyik az az, holnapi epizód kapcsán, az egyik az az, hogy megveszünk a Metal HQ-t, és akkor elkezdjük a processzor, és akkor meg tudjuk venni utána majd ezt a kohót, és akkor elkezdjük a nyersanyag finomítást, vagy hogy mondjam, és lesz a lójunk, amiből tudunk meg processzort gyártani, meg el tudjuk adni jó drágán. Vagy szaruk az egészbe, és továbbra is adjuk el a nyersanyagot, nyersen, amiből ugye kevesebb pénz jön, viszont fogunk tudni építeni abból a pénzből iskolát, meg buszt, meg mit tudom én, úgyhogy én nem ezt fogom csinálni, szarni fogok a lakókba, hanem szépen a pénz után megyek, kiszimatolom, és azt fogjuk fejleszteni. Tehát az üzemi dolgokra megyünk rá, ugyanis egyébként azzal párhuzamosan jönni fog a pénz, és abból valószínűleg fogunk tudni fejleszteni iskolát, meg építeni, kiépíteni a tömegközlekedést, stb. És már nagyon szeretnék majd valamikor egy hajózási, ilyen turisztikai kikötőt is csinálni, nem tudom, hogy annak mi, például annak mi a követelménye. 31, hát jó sok mindent, tehát majd upgrade-elünk el, meg lakókat. Egyébként a lakók is csökkennek, és az adókon is csökkenteni kéne emiatt. Jó, hát lesznek itt feladatok a következő gameplayre vonatkozóan, úgyhogy ha tetszett, lájkold, ha nem iratkozz le. Én Benji voltam, holnap találkozunk, ne iratkozz le. Sziasztok!